a műsor támogatója a Ránk TV. Iratkozz fel oda is! Riasztás, országszerte ár- és belvízvédelmi készültséget rendeltek el. A meteorológiai szolgálat vasárnapra 14 megyén adott ki figyelmeztető előrejelzést. Örömhír, először celebrál nagyszombati misét Ferenc pápa a Vatikánban. A budapesti Szent István bazilikai zsúfolásig megtelt Erdő Péter húsvét vigíliáján mondott szentbeszédére. Hivatlanul drogosok és hajléktalanok költöztek be egy volt csepeli iskola üres épületébe. A hatóságok tehetetlenek, az izraeli tulajdonos ugyanis nem fizeti be a bírságot. A Híradó 21 adását látják, köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Homokzsákokat töltenek több Tolna megyei településen a kapos áradása miatt. A folyó késő délután lépett ki a medréből, termőföldeket öntött el, lakóházakat egyelőre nem veszélyeztet az ár. Tolna megye egyes területein az elmúlt 24 óra alatt 40 mm eső esett, és a jelentős mennyiségű hó is elolvadt. Az esőzés Dunántúlon okoz leginkább gondot, a Tiszántúlon pedig az áradás mellett a belvíz is hatalmas területeket öntött el. Vasárnapra 14 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a várható csapadék miatt. Akkor a tavaszi rendkívüli hófúvás után az olvadás és az esős idő okoz gondot országszerte. A meteorológiai szolgálat szombaton 8 megyére adott ki elsőfokú riasztást, vasárnap az előrejelzés szerint 14 megyében kell jelentős mennyiségű csapadékra és viharos szélre számítani. Homokzsákokkal védik a házakat és a kerteket az áradás és a belvíz miatt Baranya megye több településén. Szigetváron eddig 12 ezer homokzsákot helyeztek készenlétbe az Almáspatak áradása miatt. Dombóvár közelében egy részen kilépett medréből a kapos és mezőgazdasági területeket öntött el. A vízfolyáson további emelkedés várható, a vízállás elérheti a 470 cm-t. Tolna megye több településén is megelőző védekezés folyik. Az árvízi védekezés az a érintett három megyében zajlik a legjobban, Tolna, Baranya és Somogy megyékben. Itt némi apadás a déli óráktól egy-két szakaszon elkezdődött, azonban mivel újra elkezdődött az esőzés, így várhatóan ez megint a vízjára fordul és vízszint emelkedések várhatóak. Folyamatos a készültségi állapot, az érintett szakaszokon megerősített szolgálatok vannak, illetve szabadnapos tűzoltókat is rendeltek be. Tetőzik a Tisza Szolnoknál, és a térségben egy nap alatt csak nem 2000 hektárral nőtt a belvízzel borított terület nagysága. A vízügy tájékoztatása szerint Hajdú-Bihar, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében van kiemelt készültség. A közép-Tiszavidéken 15-20 mm csapadék hullott le. Ez a csapadék hatására a Zagyvatarna vízrendszeren egy újabb árhullám indult el. Emiatt a Jászberény térségében reggel 8 órakor elsőfokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. Elsőfokú árvízvédelmi készültség van a Tiszának a mögöttem lévő szakaszán is, közel 394 km hosszú szakaszon, míg a Hortai-Berettyónál másodfokú árvízvédelmi készültséget tartunk fönn 52 km hosszban. A Tiszántúl térségében eddig 21.800 hektár áll víz alatt. A katasztrófavédelem szóvivője szerint országszerte folyamatos a készültségi állapot. Lassan apadnak a folyók, a vízállás valószínűleg tartósan a készültségi szint felett marad, a csapadék és a hóolvadás miatt. Németországról szóló rajzfilm paródiával vágott vissza a Célpont szerkesztősége azért a német gyerekműsorért, amelyben Magyarországot bírálták az alkotók. Közben újabb német csatorna sugárzott riportot Magyarországról. A Dreiszert kulturális televízió riportjában ezúttal nem az alkotmányozást, hanem többek között a Nemzeti Színház élén történt vezetőváltást kritizálják. A Fidesz frakcióvezetője szerint a hazai ellenzék egy újabb propaganda filmjéről van szó, amivel le akarják járatni Magyarországot. Journalisten können in Ungarn zum Beispiel nicht immer frei berichten. A német gyerekeknek bemutatott rajzfilm Magyarországról és arról, hogyan kormányoz Orbán Viktor. Ezen felbozdulva a Célpont is elkészítette a maga paródiáját Németországról. Ma arról tanulunk, hogy az Unióban az erős államoknak mindent lehet. Az Unióban a németek a legerősebbek, de a török és arab bevándorlók félnek Németországban. Őket néha bántják is a szélsőségesek. A náci pártot a német kormány mégsem tiltotta be.
Németország nagyon hatalmas, ezért a németek beleszólhatnak, hogy például a ciprusiak mire költik a pénzüket. Pedig Ciprus független. A németeknek nagyon sok pénzük van, ezért rendkívül béna rajzfilmekre költhetik az adófizetők euróit. Az úgynevezett felvilágosító német rajzfilmet védte egy másik csatorna, a Dreisat kulturális adása is. A szerkesztő Tilman Jens szerint a német csak egy ártatlan gyermekfilm, amiből a magyar kormány állami ügyet csinált. A Magyarországról szóló újabb összeállításban már nem csak a magyar alaptörvénnyel foglalkoznak a készítők, hanem azzal is, hogy miért váltották le Alföldi Róbertet a Nemzeti Színházi éléről. A riportban több az ellenzéki pártokkal szimpatizáló értelmiség is megszólal, többek között Parti Nagy Lajos és Heller Ágnes is. A filmben azt is állítják, Magyarországon fagyossá vált a légkör, amióta Orbán Viktor és pártja a kormányra került. Ráadásul még a képzőművészek is el vannak nyomva. A Fidesz szerint a baloldali ellenzék lejárató kampányfilmjéről van szó. A sajtó szabadságába a hazugság szabadsága is beletartozik. Ami a legfontosabb, hogy azt mi elvárjuk Németországban is a közélet szereplőitől, a német politikai pártoktól, hogy olyan teljesen valótlan állításokat, amelyek nem politikai véleményeket tükröznek, hanem valótlan tényállítások, azokat igazítsanak helyre és ítéljék el. Látni kell nyilvánvalóan, hogy az oka az, hogy a jövő évi választásokon a nemzetközi sajtónak a jelentős része a jelenlegi ellenzék pártjait szeretné segíteni a minél jobb eredmény elérésében. Ezért ahogy ez kontraproduktívá válik, abban a pillanatban nem kell azzal számolni, hogy ugyanilyen támadások folytatódni fognak. Közben az MSZP továbbra sem határolódott el attól a kiáltványtól, amelyben az osztrák és német értelmiségiek puccsal távolítanák el a magyar kormányt hivatalából. Nem másoknak kell kormányt váltani, a magyar embereknek kell kormányt váltani. A kritikákat pedig, amelyek Magyarországot és a magyar kormányt érik elsődlegesen, azt én nem kívánom kommentálni. Az mindenkinek a felelőssége, hogy mit tesz, hogy hogyan vélekedik. Én azt mondom, én is bírálom, de azt hiszem joggal ezt a kormányt. A miniszterelnökség helyettes államtitkára Kumin Ferenc korábban jelezte. Vizsgálják, milyen jogi lépéseket tehet a támadások ellen Magyarország. Véget ért a tüntetés a Gyorskocsi utcában, ahova a Fidesz-Lendvai utcai székházától vonultak a magukat civilnek nevező szervezetek. A kormánypárt megalakulásának 25. évfordulója alkalmából demonstráltak a székháznál. Az interneten lévő felhívás szerint a tüntetés a demokráciáért az önkény ellen szerveződött. A résztvevőket a Fidesz egy óriási molinóval fogadta, békés ünnepet felirattal. Beszédet mondott Kőszeg Ferenc, az SZDSZ, illetve Molnár Péter, a Fidesz egyik alapítója, de megjelent a rendezvényen az LMP képviselője Siffer András is. A tömeg a beszédek után vonult a Gyorskocsi utcához, hogy a márciusi székház támadás miatti előállítások ellen tiltakozzanak. A legnagyobb kormánypárt korábban arra kérte Bajnai Gordont, hívja vissza katonáit az utcáról, mert Magyarország nem kér többet az erőszakos és a szélsőséges akciókból. Hogy valaki a kétharmadot kihasználva a saját értékrendszerét próbálja ráerőszakolni 10 millió emberre, az, hogy kizárnak embereket a család fogalmából, az, hogy a szombati tüntetés előtt pénteken embereket állítottak elő azért, mert polgári engedetlenség eszközével éltek, hogy a hatalom ellen tiltakozzak. Ismét nem tudta legyőzni a Videoton a Real Madridot, a mérkőzés részleteiről hamarosan, előtte azonban lássuk, mi lesz még a Híradó 21-ben. Időszámítás. Vasárnap hajnali 2-kor 3-ra kell előreállítani az órákat. Az átállás miatt módosul néhány vonat és BKV járat menetrendje. Megkezdte húsvéti vigíliáját Ferenc pápa, az új katolikus egyházfő pápaként először celebrál nagyszombati misét. A húsvéti gyertya meggyújtása Jézus feltámadását jelképezi. Tegnap a római keresztút szertartáson több tízezer hívő vett részt. Az egyházfő nagy csütörtökön a hagyományokkal szakítva nem egyházi méltóságok, hanem elítéltek lábát mosta meg. Az elítéltek között egyébként nők és muszlimok is voltak. Holnap a húsvét vasárnapi ünnepi szentmisét követően Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről hírul adja Krisztus feltámadását, majd Urbi et Orbi áldását adja a Róma városára és a világra.
Erdő Péter bíboros prímás este a Szent István Bazilikában húsvét vigiliáján mondott szentbeszédet. Az Esztergom budapesti érsek azt mondta, Jézus feltámadásának örömhíre már most boldoggá teszi a hívek életét, és arra szólított fel, hogy Ferenc pápával kérjék a feltámadt Krisztust, szabadítsa meg az embereket a reménytelenségtől és a csüggedéstől. A feltámadás hite átalakítja földi életünket is. Már a bölcsesség könyve világosan kimondja, hogy az igazak lelke Isten kezében van, haláluk után pedig megkapják tőle az örök életet. A feltámadás egyre tisztuló hite és reménye Jézus Krisztusban bizonyossággá válik. Ő maga az élet, hatalma van arra, hogy halottakat támasszon fel, és az embernek örök életet adjon. Jézus az élet fejedelme, akinek hatalma van rá, hogy odaadja életét, és visszavegye azt. Nagyszombaton az átlagosnak a többszöröse volt a forgalom az élelmiszerboltokban, a legtöbben az ünnepi asztalra való füstölt csonkát, tojást és tormát keresték. Az egyik legnagyobb hazai üzletlánc felmérése szerint az utóbbi években tudatosabban a minőségi élelmiszert keresik ilyenkor is a vásárlók. A kereszténység legnagyobb ünnepe húsvét, amikor Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek. A pirosra festett tojás az emberiségért feláldozott vért, a húsvéti bárány pedig az emberek által az Istennek bemutatott áldozatot szimbolizálja. Az 1800-as évektől azonban húsvét ünnepéhez már a sertéshús, az ünnepi sonka társul. A sonka, illetve a sertéshúsnak a fogyasztása igazából a 19. századtól datálható, amikor is a sertés egyre nagyobb teret hódított a magyar táplálkozás kultúrában. És ugye a telenként a télen levágott sertések a disznótorok után sóban megérlelt, majd felfüstölt sonka érési ideje is ugye ekkora tehető, amikor is ugye a húsvét ideje elérkezik. Tudom önnek ajánlani ezt a gyönyörű sonkát, ez a húsvéti sonkának ez a hagyományos füstölésű sonkája. Az ünnep előtti napokban az üzletekben is megnőtt a forgalom. Hatszor több fogyott tojásból, mint egy átlagos napon, és a csokoládé figurák is lekerültek a polcokról. Az utóbbi években azonban már tudatosabban költöttek a vásárlók. Magasabb minőségű termékekre váltanak, nyilván így volt ez a mostani húsvét alkalmával is. Az összes szezon termékből azt láttuk, hogy minden termék nagyon jól fogyott, és magas minőségű termékeket keresték. Említhetném példaként a sonkaféléket, amelyeknek az eladási részarányát 30%-os mértékben a hagyományos érlelésű sonkák alkották. A füstölt száraz húst érdemes zöldségekkel és különböző fűszernövényekkel együtt vízben áztatni. Egy kis ecetet érdemes beletenni, akár, nem sokat ízlés szerint, vagy, és ez sem rossz megoldás, egy kis bort, a kettő valószínűleg a történelem során összefüggő. Majd puhára főzni, mondja a gasztronómus. A húsvét alapvetően a hagyományról szól, tehát az, aki nem szereti a hagyományt, az nem biztos, hogy a húsvétot meg akarja ülni, viszont ha meg akarja ülni a húsvét ünnepét, Akkor ezek a fajta hagyományok teszik igazán szépé. Tehát itt ilyenkor is lehet persze újra gondolni, ilyenkor is lehet valami egész forradalmi dolgot kitalálni, és akinek éppen erre van kedve, tegye is meg, és ettől kezdve a lehetőségek tárháza az végtelen. Egy friss kutatás szerint a sonkavásárlási csúcsidőszak hazánkban a húsvét. Tavaly ilyenkor több mint 7 milliárd forintot költöttek erre a termékre. Az ENSZ és Oroszország is önmérsékletre inti Észak-Koreát, miután a kommunista kormány hadiállapotot vezetett be az Egyesült Államok és Dél-Korea közös hadgyakorlata miatt. A felnyerő vezetés közben azt is közölte, leállítják a Dél-Koreával közösen üzemeltetett ipari park működését. A felnyerő állami tévé szombaton jelentette be, hogy a két Koreát érintő minden ügyet háborús időszakra kidolgozott szabályoknak megfelelő módon fognak kezelni. Archív felvételek a déliekkel működtetett ipari parkról Észak-Koreában. Amíg a gyárak termelnek, nincs szó komoly háborús fenyegetésről, állítják szakértők. Az északi vezetés azonban épp az ilyen vélemények miatt zárná be az üzemet. Az árulók továbbra is azt emlegetik, hogy fenntartjuk a Kesiong ipari zóna működését, azzal a méltóságunkat sértik meg. Ebben az esetben kíméletlenül bezárjuk az üzemeket, mondta az állami tévé hírolvasója.
A kommunista állam vezetése néhány órával korábban jelentette be, hogy hadi állapotot vezet be. Ezentúl minden közös ügyet a háborús időszakra kidolgozott szabályokkal kezelnek majd. A háborús retorika miatt önmérsékletre intette a kommunista északot az ENSZ, az Egyesült Államok és Oroszország is. Igaz, a moszkvai külügyminiszter a déliek hadgyakorlatát is bírálta. A szöuli kormány szerint nincs szó komoly fenyegetésről, a mostani csak egy újabb elem a provokációk sorozatából. Észak-Korea fenyeget minket, de általában ezt a stratégiát választják, ha jobb pozíciókat akarnak elérni a diplomáciai tárgyalásokon. Az északiak továbbra is fenyegetőzni fognak, de szerintem csekély esély van a háborúra, mondta ez a járókelő Szöulban. Fennyamban pénteken látványos felvonulással válaszoltak a déliek hadgyakorlatára. A két Korea egyébként 1953 óta nem kötött békeszerződést, így hivatalosan most is háborúban állnak egymással. Két gyermek is meghalt Afganisztánban egy NATO légitámadásban. Egy helikopter lőtt ki rakétát a tálibok egyik állására, Gazni tartományban. A szövetség szerint előzőleg a felkelők egy rendőri járőrt támadtak meg. Az afgán rendőrség szerint 9 tálib halt meg és 8 civil megsebesült. A Reuters helyszíni tudósítója két gyermek holttestét látta. A NATO vizsgálatot indított a civil áldozatok ügyében. Több ezer palesztin tüntetett a megszállt területeken a Földnapjának nevezett megemlékezésen. 1976-ban ezen a napon 6-an haltak meg egy tüntetésen, amelyen a palesztin földek izraeli elkobzása ellen tiltakoztak. Most Gázában és Cisjordániában is tiltakoztak, az egyik határátkelőnél a palesztin fiatalok kövekkel támadtak az izraeli katonákra, akik figyelmeztető lövéseket adtak le. Betéteik értékének 60%-át is elveszíthetik a Bank of Cyprus ügyfelei, közölték hivatalos források a Szigetországban. A terv a legnagyobb helyi bank betéteinek 100 ezer eurósnál nagyobb részére vonatkozik. Az államosított összeg egy részért cserébe banki részvényeket kapnak, másik részét viszont leírják a bankok. Korábban a Laiki Bank ennél is nagyobb betétállamosítást jelentett be, ott megtakarításaik akár 80%-át is elveszíthetik az ügyfelek. 50 autó ütközött össze a sűrű ködben Svájcban, a tömegbaleset Lausanne közelében történt egy autópályán. A rendőrök szerint sok sofőr nem tartotta be a követési távolságot. A helyszínen 100 embert láttak el a mentők, 11 sérültet pedig kórházba szállítottak, egyikük sérülése sem súlyos. Mentőautó karambolozott a 7. kerületben, a beteget szállító szirénázó jármű a Duhány utca egyik kereszteződésében csapódott egy autónak, ha balesetben a mentőautó orvosa súlyosan megsérült, őt kórházba szállították, a személygépkocsiban egy 40 év körül nő könnyebben sérült. Megkezdődött a hajózási szezon a Balatonon, minden évben hagyományosan Nagyszombaton futnak ki az első hajók a kikötőkből. A Balatoni Hajózási Társaság idén 400 millió forintot fordít fejlesztésekre. A megnövekedett költségek miatt 8%-kal emelkedtek a jegyárak, a tóparti lakosok 25%-os utazási kedvezménye azonban megmaradt. Balatonnál a boldogság véken él. A Balaton himnusz éneklésével indult el az idei hajózási szezon Balatonfüreden. Az első hajóval a hajózási társaság vezetői és polgármesterek érkeztek. Sokkal nagyobb nyugalommal kezdhetjük ezt a hajózási szezont, mint a tavalyi évet, mert a Balaton vízminősége nem csak kiváló, de a mennyisége is úgy tűnik, hogy szépen gyarapodott. A hajózási társaság idén 400 millió forintot költ fejlesztésekre. Megújul a Siófoki és a Tihanyi kikötő, és a jelenleg 24 személyszállítóból és egy gyors hajóból álló flottát is korszerűsítik, további két gyors hajóval bővítik. A három nagy keleti medencés kikötő, Siófokot, Füredet és Tihanyt pedig két gyors hajóval kötjük össze, hogy aki az úti célt vagy a turistikai programokat gyorsabban akarja elérni, az ezekkel a 25 személyes gyors hajókkal megtehesse. Az első hajóra ingyen felszállhattak az utasok. Vannak, akiknél már hagyománynak számít ilyenkor hajóval kirándulni. Nagyon szeretünk ide járni, mert gyönyörű a környék. Nem csak nyáron is azért lejövünk erre, de a tavaszt azt már 8 éve itt töltjük, és már a fiam is nagyon várja családilag. Április végéig csak hétvégéken Siófok, Balatonfüred és Tihany között járnak a hajók.
Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, hajnali 2-kor 3 órára kell előreállítani az órákat. A Mavir adatai szerint még nem avult el az 1980-ban bevezetett rendszer. A tavaszi óraátállítással az egész ország egy napi fogyasztásának megfelelő villamos energiát takarítunk meg. A nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján kezdődik. A télies időjárás ellenére így most vasárnap is, hajnali 2-kor 3 órára kell állítani az órákat. Mindenképpen több milliárd forintot jelent ez a fajta energiatakarékosság. A Mavir számításai szerint megéri a nappali világossághoz igazodni. Ezzel ugyanis nagyjából egy közepes város, azaz 30-40 ezer háztartás éves villamos energiafogyasztását lehet megspórolni. A reggeli időszak villamosenergia fogyasztásában nem mutatkozik különbség a korábbi hetekhez képest, viszont az esti órákban egyszerűen azért, mert egy órával később kapcsoljuk fel a villanyt, kevesebb villamosenergia fogy. Ez jelentkezik háztartásokban, közintézményekben, olyan intézményekben, ahol este is nyitva vannak, világítanak, de a díszvilágítás esetében is. Az óraátállás összesen 11 vonat közlekedését érinti. 7 nemzetközi járatot, ezek késve érkeznek majd hajnalban Magyarországra, és 4 belföldi szerelvényt. Az a 2 vonat, amelyik 2 és 3 óra között indulna, ez egy lajosmizsei, illetve egy debreceni vonat, ezek az első lehetséges időpontban 3 órakor fognak elindulni. A másik 2 vonat pedig nem 2 és 3 óra között fog megérkezni Szobra, illetve Szolnokra, hanem már 3 óra után az óraátállítás miatt. A volánbusznak nem lesz hajnalban úton egyetlen járata sem. A fővárosi tömegközlekedésben pedig az éjszakai járatok indulását módosítja a vasárnapi óraigazítás. 2 óra és a 3 óra közötti időszakra vonatkozó indulási időpontok el fognak maradni. Ahol viszont ettől eltérő indulási időpontok vannak, például nem minden órában 20-kor, 40-kor indulnak a járműveink, hanem például 25-kor vagy 55-kor indul valamelyik végállomásról autóbusz. Az egy órás időpontnál fogjuk ezeket az indulásokat teljesíteni, vagy a 3 órásnál. A nyári téli időszámítást az Európai Unióban egységesen alkalmazzák. Magyarországon 1980 óta működik ez a rendszer. Drogosok és hajléktalanok lepték el Csepelen az egyik volt iskola üresen álló épületét. A polgármester és a hatóságok tehetetlenek, a terület izraeli tulajdonosa ugyanis nem fizeti be a bírságot. Vigyázzatok, amikor léptek, mert nagy vastag üvegek vannak, 5-ös üvegek vannak, az egyből ketté vágja az ember talpát. A felvételek alapján nehezen hihető, de ez az épület néhány éve még iskolaként funkcionált. 2003-ban záratta be a csepeli önkormányzat. A lakótelep közepén álló ingatlant néhány évvel később az MSZP-s testület Telekcsere útján izraeli befektetőknek értékesítette. Az egykori igazgató, Németh Szilárd polgármester azt mondja, az iskola kábítószeresek, hajléktalanok és fémtolvajok tanyája lett. A környéken élők már félnek hazamenni. Elnézést kérek, én úgy gondolom, hogy a tulajdonhoz vannak kötelmek is. Ezek a kötelmek le vannak írva a jogszabályokba. Ezeket nem tartja be. Büntetést nem fizeti be. Mit kéne csinálni? Be van kerítve, nem igaz, hogy nem törődünk vele, tavaly levágtuk a parlagfüvet. Az offshore hátterű izraeli befektető képviselője azt állítja, ők az iskola helyére lakóparkot akartak építeni, de ezt később épp a telket értékesítő önkormányzat nem engedélyezte. Hajdú Katalin szerint átverték őket. Igaz, hogy a bírságokat nem fizetjük be, és ennek is megvan az oka. Ennek az az oka, hogy mi nem szeretnénk politizálni, hanem kimondottan a Magyar Független Bíróságra bízzuk. Nekünk egy 1 milliárdos kártérítési igény perünk van beadva, azért, mivel az önkormányzat nem teljesítette, az akkori önkormányzat a mostani sem teljesítette a szerződés feltételeinket. Azt, hogy Csepel előző vezetése pontosan mit vállalt, vagy mit ígért a külföldi befektetőnek, nem világos. Minden eszköz abban az irányba ment, hogy az MSZP-t onnan kipatárolni, ez megtörtént, de az összes ügyet akkor rendezni kell. Tehát nem úgy van, hogy az egyik elvállom azt, ami kedvező, az, ami nem volt kedvező, azt nem vállom. Hát ez a politika. Németh Szilárd polgármester azt mondja, a helyzet tarthatatlan. Ezért csütörtökön a csepeli testület úgy döntött, 1 forintért visszavásárolja az iskolát. Ha nem adják oda, akkor kisajátítják.
A kórházban meghalt az az idős asszony, akit február végén lakása előtt az utcára bolt ki egy férfi Pécs belvárosában. A támadó ellökte a nőt, aki az eséstől súlyos fejsérülést szenvedett, kómába esett és 4 héttel később meghalt. Az egyik közeli bank térfigyelő kamerájának felvétel alapján sikerült azonosítani és elfogni a feltételezett elkövetőt, aki előzetes letartóztatásba került. Halált okozó súlyos testi sértés és rablás miatt indult ellene eljárás. Sport. Továbbra is nyeretlen a Real Madrid ellen a Puskás Ferenc Akadémia, amely döntetlent játszott a Puskás Suzuki Kupa utánpótlás labdarúgótorna A csoportjában a spanyol klub fiataljaival. Kikapott a címvédő Honvéd is, így még egyik csoportban sem dőlt el, hogy ki jut tovább a hétfői döntőbe. A Puskás Akadémia annak reményében lépett pályára felcsúton a Real Madrid ellen, hogy a 6. Puskás Suzuki kupán talán végre sikerül először megverni a spanyol riválisát. Nem akart lemaradni a történelmi sikerről Orbán Viktor miniszterelnök, az akadémia alapítója sem, de a helyszínen nézte meg a meccset az ismert üzletember Demján Sándor is. A Puskás Akadémia kezdte veszélyesebben a meccset, amely eddig 1 döntetlent és 3 vereséget tudott felmutatni a felcsúti tornán a Real ellen. A kevés lehetőséget hozó első félidőt a fehérmezes madridiak távoli próbálkozása zárta le. Kíváncsi volt a fiatalokra a Videoton mestere José Gomes is, aki elégedett volt az első 40 percben látottakkal. Jó mérkőzést játszanak a fiúk. A legfontosabb ezeknek a srácoknak, hogy nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek. Ezen a tornán erős csapatokkal játszhatnak ügyes labdarúgók ellen. Ez jót tesz nekik, az élmény lendületet adhat a pályafutásuknak. A találkozó második félidejében a Puskás Akadémia több gólhelyzetet is kialakított, melyekre a Real Madrid egy kapufával válaszolt. A felcsúti csapat végül csak lesgólig jutott. A találkozó 0-0-ás döntetlennel ért véget, a pont azonosság esetén döntő büntetőrugásokat pedig a spanyolok nyerték 2-1-re. A B csoportban a görög Panathinaikost legyőzte a Honvédot 2-1-re, így csak vasárnap derül ki, hogy mely csapatok vívhatják a hétfői döntőt és a további helyosztókat. A Ferencváros kiütéses győzelemmel kezdett ideiglenes otthonában, a Puskás Ferenc stadionban, a labdarúgó NB1 21. fordulójában a zöldfehérek 4-0-ra nyertek az Eger ellen. Az MTK otthon verte 1-0-ra a Honvédot, a Pécs idegenben nyert 2-0-ra a Kecskemét ellen, a Paks haladás találkozó pedig 0-0-ra végződött. Erdei Zsolt több mint 1,5 kilóval könnyebbnek bizonyult az orosz Denis Gracsovnál a pénteki Monte Carlo-i mérlegelésen. A 77,7 kg-ot nyomó korábbi félnehéz és cirkálósúlyú világbajnok ökölvívó ma este csap össze a 79,3 kg-os Gracsovval a Monte Carlo millió dolláros Super 4-es nevű torna elődöntőjében. Erdei győzelem esetén július 13-án vívja a gála döntőjét a dominikai Edwin Rodriguez és az argentin Ezequiel Osvaldo Maderna meccsének győztesével. A híres riói Copacabanán kezdi meg a szezont Usain Bolt. A 6-szoros olimpiai bajnok jamaikai sprinter egy speciális versenyen áll rajthoz vasárnap a brazíliai versenyen. Bolt 3 másik világklasszis futó társaságában a strand homokjában felépített pályán fog futni egy 150 méteres versenyt. Bolt pár könnyed sprinttel és végig bohockodva tesztelte a pályát. Jó buli lesz itt futni. A pálya olyan, mintha csak egy stadionban lenne. Kicsit ugyan nagy a szél, de remélhetőleg vasárnap reggel alább hagy, de ettől függetlenül nagyon várom a versenyt. Végül fontosabb híreinkről még egyszer egy-egy mondatban. Országszerte ár- és belvízvédelmi készültséget rendeltek el, a meteorológiai szolgálat vasárnapra 14 megyére adott ki figyelmeztető előrejelzést. Először celebrál nagyszombati misét Ferenc pápa a Vatikánban, a budapesti Szent István bazilikai zsúfolásig megtelt Erdő Péter húsvét vigiliáján mondott szentbeszédére. Drogosok és hajléktalanok költöztek be egy volt cserpeli iskola üres épületébe, a hatóságok tehetetlenek, ha az izraeli tulajdonos ugyanis nem fizeti be a bírságot. Híreinket megtalálják a hírtv.hu weboldalon, mobil alkalmazásunk pedig elérhető iOS-en és Androidon is. Hírekkel legközelebb 22 órakor várjuk Önöket, viszontlátásra!